Stojkovic. Jó átadás, Szuhodovszki. Szuhodovszki középre, Bárhánynak nem jó, Szűcs és Ferenci érkezik. Ferenci lő, megpattan a labda, gól, Bárhány. 1-1. 69. perc. Itt is egy megpattanó lövés, a különbség annyi, hogy Saldanha nem volt lesen. Tehát a Saldanha lesen volt, és Bárhány is lesen volt. Míg augusztusban a második fordulóban, a Fradi elleni első fordulós meccse elmaradt a Debrecennek, a Győr ellen talált be a bajnokságban legutóbb. És gól. Nem volt les. 1-1. Bárhány Donát kiegyenlítette tehát. A második gól, amit a Ferencváros ebben a szezonban saját pályáján kap, a Nyíregyháza után a Debrecen talál be. Itt a lövés. Ferenci ezzel a lövéseiként sokat jóvá tett a kapott gólnál elkövetett hibájával, Bárhány pedig jó helyen volt.